Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Na nézzük, hogy hol mi történt a tőzsdéken. A Budapesti értéktőzsde az emelkedni tudott 156,5 ponttal, ez 4 os emelkedés és 36.517 pontos záróérték. A forgalom 11,3 milliárd volt, ami a az átlagosnak mondható és a vezető részvényeket, hogyha nézzük, akkor uh, mindjárt mondom, hogy melyik mit produkált. A Richter például 55 forinttal tudott emelkedni 6630 forintra, a Magyar Telekom az eset 2%-kal 382 forintra, ez egyébként 8 forintos mínusz a Telekom esetében. Az OTP az erősödni tudott 1,4%-kal 11.460 forintig, és ebből a 11 milliárdos forgalomból egyébként hetet az OTP papírokra kötött üzletek adtak. És a MOL az, ami szintén gyengült, tehát ez a egy sima egy fordított 13 forinttal, vagyis 7%-kal csökkent 1866 forintra. Hát én ezt mindjárt megnézem, de vészesen Csorog és közelít a korábbi mélypontjához, a múlt teljesít a legrosszabbul a vezető részvények közül a Budapest értékpörgésnél, abszolút képtelen magához térni és, és helyreállni az árfolyamnak. És hát igen, van 1600 16, 1500 volt mondjuk a mélypont a mély a, a, az abszolút alja itt az elmúlt időszakban, márciusban de hát oké, okay, 20%-a följebb van, de hogyha ránézünk a csártra, akkor nagyon rossz a kép, és a 3500-as csúcsától pedig nagyon messze van a árfolyam. Hát izgalmas egyébként a Szitu a világban, ugye volt ez a nagyon durva pénteki zakó, amiről beszámoltunk, és a negatív hangulat az Hát az Egyesült Államok pénteken nagyot esett, és a negatív hangulat az rányomódott a tegnapi ázsiai kereskedésre, hát ez elpárolgott már megint, tehát mintha nem lenne nyoma. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy néhány részvény korrigált, mások pedig azt a nagyon jó adatot figyelték, ami a májusi lakáseladásokról jött ki az Egyesült Államokba, erősebb lett a vártán, 44,3%-os ugrás volt, Nyilván ez a bázishoz képest kell mérni, de akkor is egy erős adat, és arra számítanak ebből a befektetők, hogy mégis csak itt egy ilyen élénkülés következik be, és a, tehát lényegében a recessziós félelmek csökkentek ezzel, úgyhogy így aztán egy csodálatos hajrá jött össze, 2,3%-os plusz a Dow Jones-ban, 1,2% a nasdaq és másfél az S&P-ben. A vezető papírok kivétel nélkül erősödtek, majdnem 2,5%-kal az Apple, másfél százalékkal a Citigroup, 5%-kal a GE, 2,5%-kal a Google, és 1% fölött a Microsoft és ezen kívül pedig hajtották olyan cégek is a tőzsdei optimizmus, mint a Boeing 14,5 százalékos pluszt tudott összehozni. A Boeing, de például a Koti, vagy a Southwest Airlines is nagyon jól teljesített 13,5, illetve 9,5 százalékos plusszal. De a negatív oldalon nézem, hogy kik vannak, különböző tech cégek, de tényleg a legnagyobb mínusz az a Technip FMC 3,5 százalékos mínusszal, tehát ez volt a legnagyobb vesztes, úgyhogy ebből is látszik, hogy milyen a hangulat a tőzsdéken. A NASDAQ természetesen még mindig tartja azt a év eleje óta felhalmozott pluszt, most 10 fölött van még, de a DAO meg az S&P ugye a nagy mínuszok miatt becsúszott. Itt a fél Facebookról kapcsolatban ugye a olyan nagy cégek, olyan blue chip cégek, mert nézzük csak tőzsdei cégeket jelentették be, hogy nem fognak költeni a Facebookon, mint a Starbucks, a Diageo, a Levis, az Unilever, a Verizon, például, de most van egy lista a CNN Business oldalán elég komoly cégekről, akik mind közölték többek között a Coca-Cola is egyébként, hogy nem fognak ott hirdetni. Ezért aztán pénteken már 8 os mínuszban volt a Facebooknak az árfolyama, de hogyha 5 napos árfolyamot nézünk, akkor is 7,7 os a, a mínusz az elmúlt 5 kereskedési napban. Tegnap éppen emelkedett egy picit, Um, nyilván visszahozott valamit ebből a mínuszból. Valójában napon belül egyébként váktat. jó sokat ö, emelkedett, egy ilyen 5 százalék körüli mértékben, de az azért mm. volt, mert rettentő több nyitott. Tehát a mm -hmm. bőven a pénteki mm -hmm. alatt ugye 210 216 dollár 8 centen zárt pénteken, és a hétfői nyitó pedig 209 uh -huh. dollár 49 centen, tehát 7 dollárra lejjebb nyitott, és azt vették meg tulajdonképpen a folyamán, és húzták följebb. Hát igen, ugye ezek a mondások akkor lesznek izgalmasak, vagy az lesz a kérdés, hogy meddig tudják tartani ezek a nagy cégek. Tehát most nagyon jó hangzik, hogy bolykott, meg... Meg ők nem hirdetnek kérdésre, mennyire megkerülhető a Facebook, tehát meddig tudják Hát igen, ö meg ugye kihagyni. ezek a bejelentett bolykottok is ilyen egy hónap, két hónap. Van, aki évvégét mondott, de mm. azért óvatosan fogalmaztak a nagy cégek. Világos. Na jó, hát meglátjuk, majd követjük ezt a sztorit is. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na, azt írja nekünk Szőke Kapitány, drága Millások, a Twitch nem működik a telefonról, se chrome se safari -ból. Kapta, kapott egy hibaüzenetet és kérdezi, hogy lehet-e tenni, hát persze a hírek alatt rögtön megyünk és szerelünk megnézzük, hogy mi, a, mi lehet a probléma hogy ez... Én nálam működik esetleg felhasználó oldali igen, de azt mondja, hogy telefonról, telefonon próbált telefonról, telefonról no, mindjárt, azt is megnézem igen, tehát azt a is telefonon futókrom vagy safari mm -hmm. keresőn keresztül nem jött be neki okay. úgyhogy ezt megvizsgáljuk, megnézzük Um, gyorsan nézem, hogy van -e esetleg még egyéb uh, útinformációnk, de nem kaptunk frissebb... Bocsánat, de uh, most látom, Viberen érkezett. Jó reggelt, M7-es Laza, de Budaörsi Nagyszőlősi úton lépésben az első lámpáig, aztán Bach araszol, írja legcsó nekünk. Köszönjük szépen a friss információt, várunk továbbiakat 0630 20 10 909, SMS, WhatsApp és Viber hát, szám. ez. Az a rossz hírem van Szőke kapitánynak, hogy nála van a hiba valahol mert nálam Androidon megy a Twitch, úgyhogy ez volt a kontroll csoport. Jó, akkor ezzel gyakorlatilag le, akkor viszont nem szögelni megyek, hanem reggelizni. Oké, <laughs> rendben. Megváltozott a program. <laughs> Lánycsókról küldött ilyen nagyon szép csókos kis smileikat és mindjárt mondja a híreket. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám